Szevasztok srácok, Scannyboo vagyok, és ez itt a Peonza bemutató videó 5. része, amiben a Diamante Peonzát fogom nektek bemutatni. Ahogy látjátok, ez egy király Peonza. Sokféle színváltozatban van, én itt egy párat összeszedtem nektek. A feketét, ugye azt a sötét gyémánt színűt nem találtam, de egyébként tényleg ezek nagyon király Peonzák. Kezdjünk is bele a részletekbe. Mindenkinek ajánlom ezt a Peonzát, mert szép, tartósan pörög, és igazából ennek is rövid pörgötője van, ha kíváncsiak vagytok rá. Ez a Peonza van meg a legrégebben. Ez az arany diamant, ezzel játszottam talán a legtöbbet, ugye az első Peonza szezon óta, ami 2012 körül volt. Ugye, ahogy említettem, sok színváltozat van belőle, és szerintem egyébként az arany a legjobb, plusz még van egy fehér, az a igazi gyémánt színű. Ezt a Peonzát már igazából haladóknak ajánlom, mert a trükközésre nagyon jó, nem annyira sokáig pörög, mint például egy Cobra, vagy egy Turbo, kár ugye a csapágya miatt, vagy a King Turbo, de egyébként tényleg strapabíró pörgése van, a tetején egy ilyen gyémántot ábrázolnak, és a Linea Cometa feliratot, ami szerintem nagyon király, mert a Linea Cometa az minden Peonzán ott kell, hogy legyen ez a felirat. Ezt a Peonzát haladóknak ajánlom, trükközésre, levegőbeli, elég könnyű, talán még a Frances-nál is így nagyon picikét könnyebb, ezért a levegőbeli trükközés nagyon könnyen megy vele. Szóval, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek többet, akkor pedig iratkozzatok fel. Szevasztok!